Második alkalommal szólított a fegyverbe Eger a diákságát azért, hogy az ostromjáték során újraéljék az 1552-es diadal legfontosabb eseményeit. Az öt általános iskola felső tagozatos diákjai a dobótéren gyülekeztek. A seregszemle után az egri vitézli oskola puskalövésre szólított a csatába őket, és indultak a vár védelmére. A felvonulás után a gótikus püspöki palota előtt Habis László polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében kiemelte, az egri vár a magyar történelem egyik legfényesebb színtere, melyet kötelességünk megőrizni. Berec Mátyás, a Vármúzeum igazgatója megtiszteltetésként értékelte, hogy nemzeti emlékhelyé vált az egri vár. Elismerése annak a folyamatnak, ami tulajdonképpen már évszázadokkal ezelőtt kezdődött, és a 20. században csúcsosodott ki, tehát az egri várnak a kultuszhelyé válása. A magyar történelme talán az egyik legfontosabb hadtörténelmi emlékhelyről van szó, és mi úgy gondoljuk, úgy értékeljük itt Egerben a kollégáimmal, illetve egriek, hogy ez a kultuszhely most méltó helyére került a nemzeti emlékhelyek panteonjába. A megnyitó után a kisvitézek és a várkapitány Dobó István felesküdött a várvédelmére. Az egri vitézli oskola és a tabulatúra együttes közreműködésével felelevenítették az ostromban történteket. Több hétig készültek arra, hogy összecsapjanak a török és a magyar csapatok. Eljövünk egy nap, megmutatják a lépéseket, mozdulatokat, vágásokat, aztán volt egy főpróba. Ott is elpróbáltuk, de ott élesbe minden, puskalövés, minden. És akkor ugye ma meg volt az rendes ostrom, várvédés. A rendezvény végén a Dobó bástyában kézműves foglalkozásokon guriga vitézt és pajzsokat festhettek a gyerekek.